magyar történelem legfájóbb sorscsapására, a 99 évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátum évfordulójára emlékeztek Kistarcsán, a megújult ifjúságtéren június 4-én. A megemlékezésen a Simándi József Általános Iskola fúvószenekarának kíséretében szólalt meg a himnusz, majd Kistarcsaváros polgármestere Solymosi Sándor idézte fel beszédében az 1920. június 4-i események tragikus következményeit. 1920. június 4-e egyik legfájóbb pontja a történelmünknek. A trianoni békediktátum megváltoztatta az ország és több millió magyar ember további sorsát. 2010-ben az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. Azóta számos társadalomtudós nevezte máig ható társadalmi traumának a békeszerződést. 1926 karácsonyán Móricz Zsigmond ezt írta a Pesti Naplóban az Öt Sebek című cikkben. A magyarság a történelem folyamán öt krisztusi sebet kapott. Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon. Az ötből négy esetben Magyarország, mely Európa centrumában fekszik, voltaképpen csak csatatér volt Európa két nagy felének összecsapásában. Muhinál a napkeleti barbárság indult leszámolásra a nyugati kultúréletet élő népek ellen. Mohácsnál a délkeleti, Világosnál az északkeleti államóriás jelezte hatalmát Európa felé, míg Trianonban nyugat könyörtelenül leszámolt ezer éves védőjével, ki fegyvertelenül állott bírói széke előtt. Pontosan tudjuk, mire kell emlékeznünk. Soha nem is szabad elfeledkezni róla. El kell, hogy mondjuk az alábbi számokat minden évfordulón, mert ezek beszédesebbek a szavaknál. A trianoni békeszerződés következtében az ország területe 325 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, a lakosság száma pedig 20,8 millióról 7,6 millióra csökkent. Ezzel Magyarország Közép-Európa egyik legkisebb állama lett. A nemzetiségi lakosság mellett az ország határain kívülre került 3,5 millió magyar is, akiknek mintegy fele, 1,8 millió ember, összefüggő területeken az új határok mentén élt, de a határ túloldalán. Ilyen veszteség Magyarországot a 16. század óta nem érte. Elképzelni se tudjuk, mekkora volt az elkeseredettség. A trianoni döntés ezer éves határokat törölt el, de az összetartozás érzését csak erősítette a kétségbeesés. Nem lehetett belenyugodni a trianoni határokba, kivétel nélkül mindenki politikai hovatartozástól függetlenül revíziót akart. Az összetartozás érzése mindennél erősebb volt. Lehetetlenségnek tűnt, hogy Kassa, Várad, Enyed, Székelyföld, Nagyszalonta, Szabadka, Arad és a legendák színhelyei, a Tordai Hasadék, a Szent Anna-tó, ez mind nem Magyarország. A más ország polgárai, a Jópalócok és a Tóth atyafiak. Nem magyar a Kárpátok koszorúja. És elveszett Kolozsvár, Erdély központja. Ez különösen fájdalmas volt, mert Romániához több mint 100 ezer négyzetkilométer került. Ez több, mint az egész megmaradt csonka ország. Tisztelt ünneplők! Az én gyerekkoromban a történelmi könyvekben nem szerepelt Nagy Magyarország, a Szent Korona.
Azt tanultuk, hogy szégyen és gyalázat, hogy a németek oldalán harcoltunk, és irredent a módon próbáltuk a magyar területeket visszaszerezni. A rendszerváltás után még mindig el kellett igen sok évnek telnie, hogy nyíltan beszélhessünk Trianonról. A 99 éves sebek még mindig fájnak, hiszen Trianon tragédia volt. Ma sem tudjuk másként megélni. Sokat kell beszélni róla őszintén, mert az elhallgatott gondolatok veszélyesebbek lehetnek a kimondottaknál. A Nemzeti Összetartozás napján meg kell emlékeznünk a három emberöltővel ezelőtti sorscsapásról. Fel kell idéznünk az akkoriak mélységes elkeseredettségét, kétségbe esett útkeresését. Tisztelt megemlékezők! Trianon bukás. Egy nemzet bukása. Aponyi a békediktátum elfogadása után ezt mondta. Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Ma van a magyarság legnagyobb tragédiájának évfordulója. A romlás okozói bűnösök. Bűnük elévülhetetlen. És nem csak azért, amit Magyarországgal tettek, hanem azért is, mert ezzel ők váltak a második világháború okozóivá, sok millió ember élet szárad a lelkükön. Nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy történelmünk legsúlyosabb büntetése se tudta tönkretenni nemzetünket. Vagyunk. Él nemzete hazán. Sőt, a nemzet fogalma 2019-ben a magyar emberek számára már nem országhatárok közé szorított területet jelent. Csak hogy ezt a világban szétszórt nemzetet megtartani, összetartani óriási energiákba kerül. De éppen ezért érezzük, hogy nemzeti értékeinkre, kultúránkra kincsként kell vigyáznunk. Vas Albert szavaival élve, a kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felülálló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szöges drótok. A gyász mellett ma ünneplünk is. A megmaradást ünnepeljük. Gondoljunk a több mint 1 millió új állampolgársággal rendelkező határon túli magyarra. Az egyetlen járható út a határon túli magyarok támogatása, integrálása. Mert közös a múltunk, a gyökereink, a jelenünk, és van közös jövőnk. Nekünk, magyaroknak. Vas Albert így fogalmazott. Abban a percben meg kellett volna éreznem, hogy mit jelent magyarnak lenni. Elsősorban jelent örömet, mindazt az örömet, ami becsületes szándékban és a munkában megterem, meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig erősebb a hamisságnál, még akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen eltitkolja erejét. Második sorban jelent büszkeséget, hogy bírni tudtuk a szenvedést, amit azért rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk egyrészt, másrészt pedig tanuljunk belőle, és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok voltak velünk. Jelent még erős és jókedvű elhatározást is, hogy no, világ, most aztán csodálkozz, ha újra kezembe veszem a kaszát. De ugyanakkor bánatot is jelent, igaz, testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbra is a remény marad magyarságuk egyetlen vigasztalása. Ennyi mindent jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép benne, hogy örömet is, és bánatot is, büszkeséget, és erős elhatározást is
egyszerre jelent. Ezt érezzük ma is, bánatot, örömet, büszkeséget és elhatározást. Engedjék meg, hogy még egy Vas Albert idézettel zárjam a beszédet. Jó emlékezni arra, amin keresztül mentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán. Isteni igazságnak. Mely abban áll, hogy élünk. Mégis élünk. És süt ránk a nap. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kis Gábor Miénk lesz megint című versét Takács Gábor szavalta el. Vágmenti Trencsén, nagy íves hídja, Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra, Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Tátrán a csúcs, Hegyormán Lucfenyő, Hernád, mely hozzánk Raphegyen lejő, Hanvörző Kassán, Dón felett a hold, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Erdély, hol most a bús kétség dobol, várad terén a Szent László szobor, Adi városa, Zila, a Karolt, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Szatmár mellett a szomorú Szamos, a meggyalázott Csík és Aranyos, Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Szabadkán Szűzek fején a párta, Zoborban Vígtánc, Zentán a várta, Bácskán a dal, a hajnalig dalolt, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Vesztünk csak álom, rémes rút ridérc, légy átkozott, ha menni és dúlni félsz. Állj őrt, s ha óránk új tettekre int, ez mind magyar lesz. Mind-mind magyar lesz megint. Az emlékezés koszorúival hajtott fejet a trianoni emlékműnél Kistarcsaváros önkormányzata. A városi óvoda. A Simándi József Általános Iskola, a Fidesz-KDNP Kistarcsai csoportja, a Jobbik helyi szervezete, a Kistarcsai internáltak emlékére alapítvány, a Kistarcsai vállalkozók baráti köre, a Kistarcsa Városért Egyesület, a Fenyvesliget Egyesület, a Kistarcsai Köfe Kft., valamint a Kistarcsai Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár.
A megemlékezés zárásaként a jelenlévők az iskola fúvó zenekarának kíséretével énekelték el a szózatot, majd a székely himnuszt.